A futballban a téli időszak holt idénynek számít, ettől függetlenül nem áll meg az élet. A magasabb osztályú együttesek külföldön edzőtáboroznak, de már a megyebeli csapatok is elkezdték a felkészülést. Emellett persze a megyei igazgatóságon is dolgoznak, a különböző tornák szervezése és lebonyolítása mellett most már az átigazolásokkal is foglalkozniuk kell a munkatársaknak. Egy hónapos a téli átigazolási időszak, január 15-től február 11-ig éjfélig tart, és ami nagyon fontos és mindenféleképpen megemlítendő, és jó tudni, hogy télen csak és kizárólag úgy tudnak váltani klubot azok a játékosok, akik futballoztak ősszel, hogyha az átadó klub is beleegyezik, az az átigazolásnál aláírja, lepecsételi az átigazoló lapot, illetve értelemszerűen azt tudjuk, hogy a 19 éven aluli játékosokért ilyen nyáron is lehet működési költségtérítést kérni, viszont télen a felnőtt játékosokért is lehet költségtérítést kérni, annyi, hogy a felnőtt játékosok esetében a költségtérítéstől eltekinthet a két csapat, de nagyon fontos, hogy labdarúgó télen önszántából, szabadon a klubja beleegyezése nélkül nem tud eligazolni. Bár a nyári időszakhoz képest télen kisebb a játékos mozgás, Kvaka Árpád szerint az ország egyik legnagyobb számú futballistával rendelkező megyéjében jó néhányan váltanak majd csapatot február közepéig. Majdnem 11.800 játékengedélyt adtunk már ki erre a szezonra, a 2018-19-es szezonra. Ez természetesen a bozsikos U7-es gyereket is beleértve, egészen az öreg fiúk bajnokságunkig, a lányokat is, illetve a futszál játékengedélyeket is. Ha ezt levesszük, akkor, és a bozsik programot is levesszük, azt mondom, hogy felnőtt szinten azért a 100, több mint 120 csapatunknál durván egy olyan 3000 játékos futballozik felnőtt szinten, az utánpótlásban is a bozsik programot, ha levesszük, szintén egy olyan 3000, tehát egy olyan 6000 játék. Tudunk ilyen U14-es korosztálytól egészen ugye a felnőtt szintig. Közben a szövetség által szervezett teremtornán túl vannak az első körön a csapatok, a következő fordulóban 16 együttes küzd majd a továbbjutásért. Bevált a Nyírerdő kupának az új lebonyolítási rendje, ami ugye az volt az elmúlt évektől eltérően, hogy egy helyszínen nem 6, hanem 5 csapat játszott. Ez azt jelenti, hogy nem 15, hanem csak 10 mérkőzést rendeztünk egy helyszínen, így a csapatok is időben el tudták kezdeni, tehát nem kellett hajnalba kezdeni 8 órakor, hanem 9 órakor kezdődtek a tornák, és ember időben 14 órára be is fejeződtek. Ugye a helyszínekről az első két helyezett csapatok tovább jutottak, illetve a 6. harmadik helyezettből a 4 legjobb harmadik, és most a középdöntőknél pedig még jobban változtatunk az előző évektől eltérően, hiszen 4 helyszínen 4 csapat fog küzdeni, ez pedig azt jelenti, hogy minden helyszínről 2 fog bekerülni majd a 8-as döntőbe, egyre nagyon pozitívak a visszajelzések a Nyírerdő kupáról. Vasárnap Gyulaházán, Demetserben, Újfehértón is levelekkel lépnek majd pályára a Nyírerdő kupában még versenyben lévő együttesek.